Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. A szekszárdi sajtüzem lesz Közép-Kelet-Európa legnagyobbja. Hamarosan kezdődik Paks 2 építése. Újabb vállalkozás csatlakozott a szakképzési rendszerhez. Milyen városban akarunk élni 2030-ra? A szekszárdi tejfeldolgozó Magyarország legnagyobb sajtüzeme, és most az állami támogatásnak köszönhetően a legkorszerűbb is lehet. Az új gyárban a fejlett technológiának köszönhetően energiatakarékosabban, hatékonyabban, akár évi 20 millió kiló sajtot is készíthetnek. A korszerűsítés hatására bővül a termékskála, így külföldi piacokra is tudnak majd szállítani. Ezek a felvételek a szekszárdi tejüzemben készültek, ami ma is Magyarország egyik legnagyobb gyára. A kormány támogatásának köszönhetően most lehetősége van az élelmiszeripari cégnek, hogy korszerűsítse vállalkozását. A sajtüzem bővítése azért is fontos lépés, mert a mostani sajtgyártó részleg már 30 éves. Az évtizedek alatt sokat fejlődött a technológia, így korszerű előállító csarnokra van szükségük. Ennek a fejlesztésnek a keretében megépül Magyarországon Közép-Kelet-Európa legnagyobb félkemény sajtgyártó üzeme, mintegy 20 millió kilogrammos kapacitással. Ez az üzem még további kapacitásfejlesztés segítségével 24 millió kilogramm sajt előállítására is alkalmas lehet. Jellemzően ma Magyarországon értékesítjük termékeinket, de ezzel a fejlesztéssel olyan minőségi előrelépést fogunk tudni megtenni, ami alkalmassá teszi majd termékeinket különböző környező országokbeli exportra is. Hatékonyabban szeretnénk működni, de ugyanannyi dolgozót továbbra is hosszú távon alkalmazni szeretnénk. A Tolnatej ZRT egy folyamatos növekedésen esett keresztül az elmúlt időszakban. Míg korábban 3-4 évvel ezelőtt 130 millió liter tejet dolgoztunk fel, ezt követően egy lépcsőugrással 180 millióra ugrottunk fel, ma pedig 260 millió liter tejet dolgozunk fel. Jól látható a növekedés, nagyon dinamikus, és mindezt ugyanannyi 520 fő alkalmazottal oldjuk meg. Koller Attila azt is hozzátette, hogy csak Magyarországon megtermelt tejjel látják el az üzemet. Ez a 260 millió liter tej az ország 13 megyéjéből érkezik. Nagyon fontos számukra, hogy kiváló minőségű alapanyagból dolgozzanak. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is jelen volt a szekszárdi üzem látogatáson, ahol elmondta, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb vidékfejlesztési programja zajlik idehaza, ami azt jelenti, hogy az előző 7 éves tervezési időszaknak mintegy háromszorosa az a pénzmennyiség, amit a kamara elkölthet beruházásokra. Fontos volt, hogyha az egész közös agrárpolitikát nézzük, hogy a két pillér, ugye az egyes pillér, ami a közvetlen kifizetések rendszere, és a kettes pillér, amit úgy hívunk, hogy a vidékfejlesztési program, hogy mind a kettőben meglegyen a lehetősége a magyar gazdálkodóknak, a magyar agrártermelőknek. Így aztán éltünk azzal a lehetőséggel, hogy a kettes pillérből csoportosítottunk át forrásokat az egyes pillérbe. Ennek az volt az oka, hogy a területalapú kifizetéseket azokat szinten tudjuk tartani, vagy inkább egy kicsit tudjuk emelni azoknak a volumenét. Itt a logika az nem ugyanaz lesz, mint korábban, hisz területnagyság, illetve az agrárökológiai alapprogram vonatkozásában éves vállalások miatt különböző hektár kifizetésekkel fognak majd a gazdálkodók találkozni, nyilván a saját döntéseik következtében. Ugye a kettes pillérből ugye áttettünk 25%-ot az egyes pillérbe, ezt nem szerettük volna, hogy elvesszen ebből a csomagból, ezért mi már 2018-ban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről elkezdtünk azért lobbizni, hogy a nemzeti társfinanszírozást azt érdemben emeljük meg, hisz az egyes pillérhez nem szabad, a ketteshez meg kötelező nemzeti forrást hozzátenni, és az előző 7 éves tervezési időszakban 17,5% volt a támogatási intenzitás, vagyis a hazai társfinanszírozás. Ez azt jelentette, hogy minden kifizetett 100 forintból 17,5 forint volt, ami Magyarországról érkezett, tehát a magyar kormány magyar büdzséjéből érkezett, a többi pedig az Európai Unióból. Most az éppen futó tervezési időszakban ez a trend, ez az arány, ez effektív megfordult, hisz most mindössze 20% az uniós pénz, és 80% a hazai. Magyarország négyszer annyi pénzt ad a gazdálkodóknak, mint amennyi Brüsszelből érkezik. Ez egyébként az adható maximum, tehát ennél az Európai Uniós jogi keretek között több pénzt nem lehet ebbe a programba beforgatni, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan kormányzattal tudunk együttműködni, amelyik a lehetőségek teljesen
teljes arzenáját kihasználva próbál a magyar vidéknek segíteni, és itt valóban akár az élelmiszergazdaság, akár a termelés vonatkozásában olyan lehetőségek nyílnak meg a forrásbőség következtében, hogy a közvetlen versenytársainkhoz képest el tudunk lépni, és valóban a világ szűk élvonalába tartozhatunk majd, és ez természetesen megjelenik majd a polcképeken, megjelenik majd a hazai vállalkozásoknak az eredményességében, a hatékonyságában, és hát nyilvánvalóan az ország teljes gazdasági teljesítményében. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, hogy bár Tolna megyében főként a növénytermesztés adja a mezőgazdaság fő tevékenységét, nem szabad megfeledkezni az állattenyésztéstől és az élelmiszeripari termékek előállításáról sem. A versenyképességhez pedig elengedhetetlen a technológiai fejlesztés, amihez komoly anyagi források szükségesek. Most a vidékfejlesztési pályázatok lehetővé teszik, hogy nagyot merjenek álmodni mind az állattenyésztők, illetve mind az élelmiszeripari feldolgozók, ugyanis Magyarország kormánya nemzeti forrásból gyakorlatilag megháromszorozta az Európai Unió érkező forrásoknak az alapértékét, így több ezer milliárd forint fejlesztési forrás fog bekerülni az élelmiszerfeldolgozásba. Ez azt is mutatja, hogy a korszerű technológiai fejlesztéseken keresztül versenyképes vállalkozások alakuljanak ki, ahol magasabb bérszínvonalon, de mégis hatékonyan és jó árértékű termékeket tudjanak az üzemek előállítani. A kormány 18,5 milliárd forintnyi beruházásról és ennek eredményeként 1500 munkahely védelméről alapodott meg három nagy élelmiszeripari céggel, ezek közé tartozik a szekszárdi teüzem is. Májusban elkezdődhet a Paksi atomerőmű 5-ös és 6-os blokkjának építése, és a beruházáshoz szükséges egyéb infrastruktúrális fejlesztések is. Többek között erről számolt be Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett vállalkozói fórumon. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozói fórumot szervezett, ahol a cégvezetők első kézből tájékozódhattak arról, hol tartanak Paks 2 építésének előkészületei, és hogyan tudnának profitálni ebből az európai szinten is jelentős beruházásból. A legfontosabb, hogy a Tolna megyei vállalkozók hogyan tudnak ehhez kapcsolódni, mennyire tudnak ebben részt venni, és gyakorlatilag azt szeretnénk az erőmű által előadóktól, hogy pontosan határozzák meg, hogy mit várnak a Tolna megyei vállalkozóktól. A vállalkozók részéről nagy az igény, persze az elvárások is nagyok, és azoknak a teljesítése az nem egy könnyű dolog. Azért szeretnénk őket felkészíteni erre a beruházásra, mert minél tovább tart az felkészítésük, annál sikeresebb lehet a vállalkozók részvétele. Korcsmár István, az Aliska Bau Zrt. Vezérigazgatója azért jött el a találkozóra, hogy megtudja, mikor indul el ténylegesen a beruházás. Paks 2 ugye az évszázad beruházása. Most már belátható időintervallumban belőre került, hogy elkezdődik, és hát az építőiparnak ez most nagyon hiányzik, hiszen nem a legszebb korszakunkat éljük, és kíváncsi vagyok, hogy ténylegesen mikor dődül el a képzeletbeli rajtpisztoly. Én azt gondolom, hogy Magyarország körüli államokban nincsen olyan építőipari cég, aki ne számolna ezzel, hiszen hát, ahogy előbb is mondtam, itt ugye sok ezer milliárd forintról beszélünk. A cégvezető azt mondja, szerinte valamennyi a térségben működő cég teret kap majd a munkák során. Én azt gondolom, hogy az úgynevezett kerítésen belüli munkák megmaradnak a nagy konzorciumoknak, a kerítésen kívüli munkákban pedig abszolút esélyt látok arra, hogy akár Tolna megyei vállalkozások, akár az országban jelenlévő vállalkozások, konzorciumot alkotva tudjunk dolgozni, hiszen mindenkinek ez az érdeke. Lenkei István, a Paks 2 Zrt. Vezérigazgatója elmondta, sok új információval készültek a megjelentek számára. A létesítési engedéllyel kapcsolatos információk hangzanak el, gyakorlatilag az követő
építési engedélyhez kapcsolódó helyzetnek a mutatása következik, reaktortartálygyártási engedély, úgynevezett zónaolvadékfogó gyártási engedélynek a bemutatása, a főépület építési engedély hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületeknek a engedély beadásáról fogok beszélni, és hát gyakorlatilag ezek az engedélyek bent vannak ma már a maradéktalanul az Országos Atomenergia Hivatalnál, és arra várunk, hogy a hivatal a eljárási időnek megfelelő időtartamon belül elbírálja és kiadja. Reméljük pozitív engedélyt ad ki, tehát megadja az engedélyt, és onnantól kezdődben gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a területen belül az első nagy építkezési rész, majd a alaplemez, ami 2023 elejére van tervezve, megkezdődhet. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, természetesen kell egy jó néhány technológiai előkészítés, résfalazás, talajmegerősítés. A Duna közelsége miatt kell egy résfal, ami tulajdonképpen a nagyon leegyszerűsítve a vízmozgást megakadályozza a földkitermeléskor. A talajmegerősítés, ami a helyszínnek az adottságaiból következő mérnöki megoldás, ezeket végre kell hajtani, ezt követően ki kell ásni a úgynevezett gödröt, és majd pedig 2023 első negyedévében a terveink szerint az első betont fogjuk önteni, tehát akkor indul el a belső épületeknek a legfontosabb munkája. Sose késő. Ami most folyik, az a felvonási területnek az építése, még itt is van. Sok épület épül már most is, újabbak is vannak, 30 engedélyünk van gyakorlatilag a felvonási terület épületeire. Tehát gyakorlatilag ott a folytatásban is már most is benne lehet lenni, és amikor jön a főépületnek és főépület környéki technológiáknak az építése, az még előttünk áll, tehát az teljesen nyitott. Becskeházi Attila a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésért, innovációért és lokalizációért felelős államtitkára a kerítésen kívüli fejlesztésekről számolt be a találkozón. Elmondta, hogy ezek olyan beruházások, amik elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy ez az erőmű megépülhessen. Közútfejlesztés, vasútfejlesztés, lakhatási kapacitás biztosítása a munkavállalók számára, ugye itt ugye a maximum az 12 ezer és 15 ezer között lesz családtagokkal együtt, ezeknek meg kell szervezni a lakhatását. Különböző típusú lakásokat, illetve lakáskapacitást kell fejlesztenünk, ehhez közműveket kell fejlesztenünk. Magához a beruházáshoz is, akinek mondjuk valamit ez a szám, hogy 126 köbméter per óra ivóvíz szükséglete van, ez azt jelenti, hogy új kutat kell fúrnunk, a városnak, mármint Paks városnak a közműhálózatát fel kell újítani, hogy be tudja fogadni mind a szennyvíz oldalon, mind az ivóvíz oldalon ezeket a fejlesztéseket, ezeket az új lakhatási kapacitásokat. Amúgy, és ezeken túl Szekszárdon technológiai központot fogunk fejleszteni, a volt húskombinát. Négy évvel ezelőtti megvásárlása óta nagyon sok minden történt, tehát el fog indulni ez a fejlesztés, tervek megvannak, elkészültek. Azon a területen egy új hűtőházat fogunk építeni, beruházni, erre a forrás is megvan. A Paksra érkező 15 ezer embernek az élelmiszerellátást is meg kell majd oldani, de oktatási programokat is indítanak az orosz gyerekek számára, hiszen lesznek olyanok, akik családostul évekig itt laknak majd. Nagyjából úgy működik ez a rendszer, hogy az orosz fővállalkozó tenderen választja ki az alvállalkozóit. Ezek általában nagyobb tenderek, tehát kis és közepes vállalkozások ezeken a tendereken nem tudnak indulni. Nagyobb tenderek, akár esetenként több százmillió eurós beruházásról van szó, vagy részberuházásról van szó. Viszont ezek a cégek, akik elnyerik ezeket a tendereket, ezek általában szeretnének magyar alvállalkozókkal dolgozni. Nem mondanám azt, hogy nagyon könnyű az együttműködés ezekkel a nagyvállalatokkal, de igyekszünk segíteni és megkönnyíteni a kooperáción.
Az információ hatalom, és szeretnék, ha mindenki hatalmassá tudna válni a megyében, mondta Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter. Hozzátette, a két új blokk építéséhez szükséges munkaerő mintegy 40%-át magyar vállalkozók fogják majd adni, ezért érdemes az információs pontokon is tájékozódni. Lassan azért az egyes fázisból, ami tervezés, előbb-utóbb csak beérünk a kettesbe, ami a kivitelezés. Ugye most is zajlanak munkák, fölvonulási területen 18 épület építése megy, 31-re van engedélyünk, tehát ha azt gondoljuk, hogy ebbe a munkába bárki be tud kapcsolódni, az orosz versenyeztet mindent, vannak információs központjaink, ahol információhoz lehet, csak ebben a kölcsönös információ cserébe el tudunk jutni talán oda, hogy minél több környékbeli vállalkozó dolgozzon majd bent a területen. A fővonulási az 118 műtárgy, abból 80 épület, tehát ott az orosz félnek egyértelmű deklarált szándék, hogy lehetőleg több magyar partner kerüljön be. Versenyezni kell, társulni kell, majd elmondjuk, hisz van, aminek nagy értékű, egymaga egy vállalkozás nem biztos, hogy ki tudja szolgálni, de most is dolgoznak pillanatnyilag is szekszárdi vállalkozók a területen. A tárca nélküli miniszter hozzátette, bár nem tudják garantálni a bekerülést, arra buzdít minden vállalkozót, hogy jelentkezzen. Nemzetközi beszerzés, orosz fő vállalkozó írja ki, ő dönt, mi csak a minősítésbe veszünk részt, tehát ha mi nem tartjuk alkalmasnak azt a vállalkozót, akit ő kijelölt, akkor nem járulunk hozzá. Egyébként mindenkinek maga kell, hogy ezt kiharcolni, ebben nem tudunk. Ráadásul nemzetközileg is figyelve van, hisz elő van írva az unió részéről is, hogy 55%-át nemzetközi tenderbe kell. Ugye van az államközi szerződés, ami az van, hogy lehetőleg 40% magyar munka legyen. Tehát az oroszban kell előírta, hogy 60%-át oroszok végezzék, ha ő 80%-át adja a hitelnek. Tehát ezért abban is lehet előre haladni, hogy közös vállalkozást kialakítani, mert akkor orosz-magyar, magyar-külföldi, akkor ugye ebbe a szegmensbe, ez a 155%-ban a közös metszék van, akkor ilyen úton, amolyan úton is be lehet férni. A maga kettes fázis, mert ugye, mint mondtam, az épp a fővonulási épületek épp most zajlik, tehát aki már a hatoson autózik és bennészisz le, gyalultuk a területet, előkészítettük, tehát látható, amit csinálunk. Az zajlik a főépületre, azt gondoljuk, hogy áprilisban, májusban lesz engedélyünk, de ez a hatóság munkáján múlik, hogyha mi még tesz föl kérdést, akkor ahhoz szuverén joga van, akkor majd válaszolunk, de ma a beadott dokumentációk alapján úgy gondoljuk, hogy április-májusban meg fogjuk tudni kapni az összengedélyt. Mert nem csak a létesítési engedély szükséges az építkezéshez, hanem másik 10 engedély megléte is kell. Csak akkor tudjuk azt mondani, hogy na, átléptünk az előkészítés fázisából az építkezés fázisába. Tehát valószínűleg idén májusban megkezdődik a 12,5 milliárd eurós beruházás építése Pakson. Az először elkészülő új blokkot pedig 2029-ben vagy 30-ban üzembe is helyezhetik. Újabb vállalkozás csatlakozott a 2020-ban megváltozott szakképzési rendszerhez. A bonyhádi cég úgy döntött, szeretné tovább képezni a dolgozóit, akiknek az oktatás teljesen térítésmentes. A tulajdonos elmondása szerint a képzésnek köszönhetően munkavállalói szélesebb látókörrel rendelkezhetnek majd. Ebben a bonyhádi üzletben is úgy döntöttek, hogy szeretnék kihasználni a megújult szakképzési rendszer adta lehetőségeket, amely többek között hozzájárul a vállalkozások munkavállalóinak továbbképzéséhez. Szabó Zoltán több boltot is üzemeltet a városban. A cégvezető szerint az oktatásnak köszönhetően a dolgozók sokkal képzettebbek, rátermettebbek, továbbá szélesebb látókörrel rendelkezhetnek majd. Tavaly ilyenkor már Tamásival egy vállalkozó elkezdte ezt a képzési formát, és annak a sikerein felbuzdulva Bonyhádon is elkezdenénk ezt a képzést. Alapvetőleg három helyszínen, 21 dolgozóból 12 dolgozó vállalta azt, hogy ebben részt vesz.
aminek az előnyei, az előnye az lenne egyértelműen, hogy egy minőségebbi munkát tudnának végezni az által a dolgozók. A másik szükségesség pedig az volt ebben, hogy nem volt mindenkinek megfelelő végzettsége, és ebben a felgyorsult világban tudva levő az, hogy a magasabb kiszolgálás az a közös érdek, tehát mind a vevőnek, mind a vállalkozónak is az érdeke. Cégünket ez nagyban segíti az állam által nyújtott adókedvezmény, ami megkönnyíti nekünk az anyagi tehervállalást, ami nagyon fontos a mai világban. A cégvezető elmondása szerint a dolgozók heti 22 órában vesznek részt a kereskedelmi értékesítő képzésen. A dolgozóink összetétele sokrétű, mindenki nem rendelkezik kereskedelmi végzettséggel, és ezért igazán fontosnak érzik sokan azt, hogy ezt a tanfolyamot elvégezzék. Ez egy másfél éves képzés, amely a Bonyhádi Perczemor Szakképzőiskola aktív segítségével jön létre. Szabó Zoltán hozzátette, hogy a munkavállalók szívesen vesznek részt a számukra teljesen ingyenes oktatáson. Nyugodtan mondhatom, hogy örömmel vállalták, szinte alig volt olyan dolgozó, aki tiltakozott volna, mert ők is érzik ennek fontosságát és szükségességét. Egy komoly papírt ad, amivel az életben utána tovább lépnének tőlünk, akkor is tudnak szépen boldogulni. Interaktív beszélgetésre invitálta a Szekszárd város vezetése a megyeszékhelyen működő civil szervezetek képviselőit. Az összejövetel célja az volt, hogy a megjelentek kifejthessék elképzeléseiket és igényeiket arról, hogy a jövőben milyen városban szeretnének élni. Szép számmal gyűltek össze a szekszárdi civil szervezetek képviselői a városvezetése által szervezett workshopon. Az összejövetel célja az volt, hogy a szervezetek képviselői kifejtessék elképzeléseiket és igényeiket arról, hogy milyen városban szeretnének élni és tevékenykedni 2030-ra. Gyurkovics János alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt, ahol elmondta, hogy a fejlesztésekre egy Európai Uniós pályázat ad lehetőséget. A 2021-27-es Európa Unió ciklus top pluszos forrásai biztos, feredetet biztosítanak a fenntartható városfejlesztésre, és gyakorlatilag hát ez a 2021-27-es költségvetésből finanszírozható. 2014 és 20 között már megvalósult egy projekt, és annak a tapasztalatait figyelembe véve, számba véve a 2022-től vagy 21-től 27-ig terjedő időszakra már a megfelelő tapasztalatok, hibák, előnyök, hátrányok már megvannak. Azoknak számbavételével természetesen még jobb, nagyobb lehetőséget tudunk biztosítani, és lényeg a dolognak, hogy megszólítunk civil szervezeteket, városlakókat, városi cégeket, hogy minél többen vegyenek részt, minél szélesebb körből jöjjenek az ötletek, javaslatok, hogy milyen városba szeretnének ezután a későbbiek során élni a szekszárdi emberek. Interaktív beszélgetés formájában várták a szervezők a felszólalókat és a javaslatokat. A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület elnöke a kerékpárutak bővítését és fejlesztését javasolta, biztonságosabb körülményeket kért a biciklivel közlekedők számára. A Nagycsaládosok Egyesületének képviselője több zöld területet szeretne látni a városban, fák ültetésére buzdítja a lakosságot. Baltavári István, a Szekszárdi Hulladékkommandó elnöke és a Szekszárdi Sétapálca civil kör megalapítója több figyelmet szentelne a műemlék jellegű épületek karbantartására, és ebben a fiatalabb generáció segítségét kéri. Mi 15 évvel ezelőtt elkezdtünk egy nagyon komoly munkát, az alsóvárosban a szakrális objektumokat nagyon szépen rendbe tettük, a temetőben lévő kápolna melletti romkeresztből csináltunk egy nagyon szép keresztet, aztán a pincéket, az átvedeles pincéket minden évben kétszer lemeszeljük, egyszer ugye húsvétra, egyszer pedig a búcsúra, mint ahogy a nagyapáink szokták, és ezzel nagyon szépen öreg pincéket csináltunk belőlük, nem pedig egy romhalmaz vagy romos pincét. Aztán egy nagyon szép apszis van, egy kis kápolna a templom, a temető falába, azt is benőtte a gaz, rendbe tettük, kijavítottuk, és egy gyönyörű csodát csináltunk belőle. Egy baj van velünk, hogy öregszünk, mert én is már 71 éven vagyok, és létrázni meg ilyesmi nem nagyon, tehát egy kis segélykiáltás az, ami lenne részünkről, hogy valaki átvehetné ezeket a stafétabotot,
és ugyanúgy, mint ahogy mi, még mi nagyon sok okosságot mondanánk nekik, meg bizonyos segítséget is meg tudnánk adni, de a lényeg az, hogy valaki a terhünkről is, meg a fizikális tevékenységben segítene egy fiatal, ez ügyben hajtunk. A másik kardinális kérdés a városban fellehető eldobott szemét, aminek a felszámolásával kapcsolatban is volt javaslat a Baltavár Istvánnak. Én azt szeretném, hogyha egy 5-10 év múlva a városban a szekszárdi sétapálca sétálna. Nagyon sokat sétálna, egy kisbabát toló kismama kiskocsija mellett ott lógna, ő is két darab szemetet összeszedne, de a kutya sétáltatók, majdnem mást mondtam, ők is vinnék magukkal ezt a botot, és ők is 5-10 darab szemetet összeszednének, amellett, hogy sétáltatják a kutyuskájukat, vagy éppen frakba fölöltözne a város vezetéseit, és itt a főtéren ezzel a pálcával szemetet vagy hulladékot szednénk, és beleívódna a társadalomba egy kicsit jobban ez a város tisztaságáért való aggódás, vagy rendszeretet. Ha majdnem minden háznál lenne egy ilyen szekszárdi sétapálca, és amikor a papa vagy mama elindul, akkor vinni az unokáját, vinni az iskolás unokáját, vagy fiát, gyerekét, és együtt csinálnak, együtt próbálnak felszúrni azt a papírzsebkendőt, amit nagyon komoly dolog, a 5-6 rétegben van, alig lehet felszúrni. Tehát egy komoly meló összeszedni azt, amit néhányan, de elmebeteg módra eldobálnak szanaszét. Azt hiszik az emberek, hogy a papír zsebkendő eldobó zsebkendő, ez nem eldobó zsebkendő. Az Iberikán Tánc Egyesület elnöke Hacsa Mónika több teret adna a kulturális eseményeknek. A kulturális életet azt azért egy kicsit fellendíteném, ugyanis most már jó pár éve semmi lehetőség nincs ugye nekünk egyáltalán művészeti csoportoknak bármire is. Egy az, hogy bemutatkozni, ahhoz a rendezvények most már elég kevesek a városba, hogy a gyerekeknek tudjál valamit nyújtani fellépésben akár, hogy egy kihívás legyen az életükbe. Jó, most a járványhelyzete tekintettel ez most szerintem normális is, de ha az előtte lévő évet nézem, akkor is ugye nagyon sok olyan rendezvényünk szűnt meg a városba, amit nagyon szerettünk, amin ugyanúgy részt vehettek, több művészeti csoportok felléphettek, volt az a városnak egy élete. A 2027-ig tartott ciklusban a kormány 1700 milliárd forintot biztosít a magyar települések fejlesztésére. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.